Az olimpiai hét alkalmából a kajakházban a második évfolyamos tanulók részt vettek a Sportolj az olimpikonokkal című eseményen. A Szabadidőközpont és a Kajak Kenu Klub közösen szervezték az egyhetes programot, amely során felmérték a gyerekek koordinációját és állóképességét. Imáron második alkalommal rendezzük meg a Sportolj az olimpikonokkal című sporteseményünket, amelyre az városunk alapiskolás gyermekeit hívjuk meg. Éppen most a második évfolyamos gyermekekkel dolgozunk. A város összes iskolája, iskolájától visszajelzést kaptunk, tehát minden iskola részt vesz ezen az akción. Egy teljes héten vagyunk kint a kajakházban, és mérjük föl a gyermekek sport tudását, illetve a sport eredményeit. Különböző állomásokon sportolnak, játszanak a gyermekek. Ne felejtsük el, hogy a kajakos edzőinkkel, olimpikonjainkkal, hiszen ez már egy példa a gyermek számára, hogy innen akár honnan indul és hová juthat el, hiszen temérdek jó sportolónk és temérdek jeles bajnokunk van a kajakházban, a kajak, illetve a kenu sportban, Komáromban. A sportnapokon idén több mint 300 gyerek vett részt. Többek közt hasizomgyakorlatokat végeztek, és bemutathatták gyorsaságukat egy 800 méteres futóversenyen. Az ügyességük felmérése és fejlesztése mellett az olimpiai hét alkalmából rendezett program a sport iránti szeretetre is tanította a gyerekeket. Tudjuk, hogy a mai generáció inkább tabletes generáció. Azért nagyon fontos az általános készségfejlesztés, és ezt is szolgálja egyébként a város támogatása által, illetve a szlovákiai sport alap támogatásának köszönhetően elnyert pályázatunk és a multifunkcionális pályánk, amit a mai nap is felhasználunk, illetve az egész hét sportnapja keretén belül felhasználásra kerül, és ezzel is támogatjuk a gyerekeknek az általános készségfejlesztését, mert ez nagyon fontos nem csak a jelennek, hanem a jövő generációjának számára. A mai nap célja természetesen az, hogy a gyerekeknek megmutassuk a gyönyörű környezetünket, hol is lehet sportolni, ami szerintem óriási támogatást kap a várostól, és hozzá kell tennem azt, hogy ez egy tökéletes tér arra, hogy a következő olimpikonokat itt neveljük, a számos más sport lehetőség mellett, ami a Komáromot illeti. Ami a sportnapunknak a bezárását illeti, vagy a lezárását illeti, az majd egy családnap, amelynek keretén belül kihirdetésre kerül a 6 legjobb fiú és lány sportoló valamennyi komáromi alapiskolából. Az eredményhirdetés keretén belül a Szlovák Olimpiai Szövetség által nyújtott érmek, illetve diplomok kerülnek kiosztásra, hiszen ez egy olimpiai nap is, hiszen számos olimpikon van az Egyesületünkben, és ezt a hírnevet és az olimpiai motót is szeretnénk tovább hirdetni.